Igen, folytatódik itt a jóga téma, és megint Srila Prabhupád rávilágítja, hogy mivel foglalkozik a jóga, hogy az elme az a fő dolog, hogy hogy lehet megszüntetni kapcsolatot, távol lenni kapcsolattól, az anyagi energiától, hogyha valakinek az elméje el van merülve a transzcendentális odaadó szolgálatba. Ugye Krishna is mondja a 6. fejezetben, szerintem 7. versben, hogy kik igazából, akik le tudtak győzni az elmét, kik a jógik, kik akik megvalósítottak, ki tudnak látni Paramatmát, mert rögtön megint itt van, hogy Srila Prabhupád mondja, hogy vannak materialista jóga gyakorlók, akik tornászok, akrobaták, ők nem fognak sose megérteni semmi lelki aspektust, hanem maradnak ezen az anyagi szinten. És ha bár néha meg tudnak játszani magukat, hogy ők mennyire fejlődtek, szép ilyen mosolyukkal, lehet látni, hogy ilyen kis műanyag mosolyuk, és nagyon ilyen finoman beszélnek, kedvesen, csak amikor valami megcsip őket, akkor felrobbannak. És akkor így buborék kipukkan, ugye, a szappan buborék. És Krishna meghatározza, kilátja Paramatmát. Ugye sokszor írnak emberek, hogy most énekeltem Hare Krishnát, és mintha láthattam Istent. Ez igen vagy nem igaz, vagy nem igaz? Hát ugye nehéz mondani úgy, hogy nem sértődjen meg az ember, mert azért jó lenne, hogy folytassan odaadó szolgálatot, aztán aki őszinte, az el fog fogadni. És Krishna mondja, Jitatmana Prashanta. Jitatmana Prashantasya, azt mondja, aki legyőzte az elmét, akkor annak az elméje nagyon békés, Shanti, Prashanta. Jitatmana Prashantasya, és mikor békés és kiegyensúlyozott az elme, ugye a Yoga Sutrában magyarázza a Patanjali Muni, hogy az elme olyan, mint egy tó. És mikor hullámzik a tó, mindig az ember kiakad valamiért, kibukik, vagy aggódik, stresszel, addig az elme, akkor a tudatjának nincsen kapacitás befele merülni. Mert csak ezzel foglalkozik a hullámok, az a Csittavrittivel. És addig, ameddig ilyen a tudatja, addig nem tud kiegyensúlyozott lenni. És nem tud látni a Paramatmát, vagy a saját magát, mint egy lélek. És ezért mondja, amikor a Patanjali mondja, amikor az elme megnyugodott, akkor lesz Prashanta, és mikor szélcsend van a tó tetején, ugye a bányatónál, akkor átlátszó kezd lenni a víz, és akkor lehet mélyébe látni, hogy milyen szép sziklák, vagy valamik, vannak ott értékek. Ugyanúgy a jógi, amikor a Prashanta, Jita Atma, ugye, Krishna mondja magad Gita-ban, legyőzte az átmát, az elmét, akkor fog látni saját magát, hogy én lélek vagyok, és utána a Paramatmát fog látni. Ugye, Jitatmana Prashantasya, Paramatma Samahitaha. Ugye, akkor tud látni Paramatmát. De hogy lehet megkülönböztetni, hogy hallok, hogy látok Paramatmát, pont sok kérdés mindig van. És Krishna neki versenek a második részébe mondja, mi alapján meg tudok határozni most nekem elme egy virtuális valóságot teremti, vagy látom Paramatmát, vagy tényleg látom Paramatmát. Sitasna Sukha Dukha Su. Szóval megint ez a Sukha Dukha Samakritva, hogyha hideg-meleg, az kicsit korábban mondta a második fejezetben, vagy Sukha-dukha, boldogság-boldogtalanságban, hogyha én akkor kiegyensúlyozott lesz valaki, nem esik ki az egyensúlyból, harmóniából az elméje,
Ez azt jelenti, hogy nincsen kapcsolat az anyagi világgal, amit itt most mondja ez a vers. És most elfelejtettem szanszkritul, de aranyt és követ egyformán lát, akkor ez azt jelenti, hogy ez az ember lát paramátmát, vagy hal paramátmát. Szóval ez a meghatározás, és ennek a versnek. És utána Prabhupád mondja, hogy ez gyakorlatról beszél amúgy ez a vers, és mondja, hogy hogyan működik a bhakti jógának a gyakorlata. Egy tadvai shradaya bhaktya. Ugye az a bhakti odaadó szolgálatot, shrada. Úgy fordítja, hogy hit, de ami zseniálisan szokott fordítani Srila Sivarama Maharaj, hogy bizalom. Hogy bizalommal valaki gyakorol bhakti jógát. És Vishwanath Chakravarti akkor is magyarázza, hogy hit, vagy a bizalom bhakti jogában az azt jelenti, hogy én meg vagyok győződve, hogy a csupán csak bhakti joga gyakorlat által én elérem mindent. Ez a hit és ez a bizalom. Mert annyi ember mondja, hogy hiszek. Hiszek Allahba, hiszek Jézusba, hiszek bhakti jogába. És lehet, hogy igaz, mert hisznek, mindenki hisz, csak a kérdés bízik-e? Mert hinni az lehet. Én hiszek abba az emberbe, még abba az emberbe hiszek, de bízok-e benne, vagy nem bízok benne, ugye? Szóval itt ez a sráda, ez inkább erre beszél. Hogyha én bízok benne, akkor én tisztelem őt, akiben hiszek, hogy a folyamatot, lelki tanító mester, könyvekbe, a hitem, ugye múltkor kicsit erről beszéltünk, ez a srádha, ez a bizalom. Szóval azt mondja, srádaya bhaktya, és hogy megy ez a gyakorlat? Yoga abhyasena, ugye ez a yoga gyakorlat, abhyasa, ami azt jelenti szó szerint, ismétlés. Gyakorlat, amikor én még egyszer és még egyszer ismételek azt, amit én gyakorolok. Ugye amikor Arjuna, sok ember, és Arjuna is mutatja ezt a hatodik fejezetbe, amikor Krishna meséli neki a jógáról, hogy hogy kell elmét szabályozni, legyőzni, akkor Arjuna mondta, először lelkes volt, mindenki lelkes elején, ugye, csináljunk, nagyon jó hangzik, elkezdjünk gyakorolni, utána panaszkodunk, hát ez nem megy, nincsen benne íz, elme mindig elmegy, és Arjuna mondja, neki is elmegy az elméje, Chanchala Himana Krishna, mindig az elme állandóan el fog kalódni a meditációtól, a szent névtől, és Krishna mondja, ami itt is ez a vers mondja, azt mondja, nem mondja neki, de miért nem tudsz csinálni? Általában a rossz prédikátor úgy prédikál. Valaki jön és mondja neki, hogy ó, Prabhu, ez nekem nem megy. Hát miért nem megy? Nekem megy? Neked miért nem megy? Ez nem ért. Te nem értesz filozófiát? Ez nem ért. Szóval Krishna mondja példát, hogy nem így kell csinálni, hanem Krishna megérti. Azt mondja Arjunának, Chanchala, azt mondja, asamsayam, azt mondja, kétségtelenül, én megértem téged, Arjuna. Szóval rögtön van egy megértés, hogy ez nehéz. És mondja, igen, a samsayam chamchala himana, igen, az elme nagyon nehéz, de lehet, megértem téged, de ugyanakkor meg tudsz csinálni, mindenki tudja csinálni, hogyan? Abhyasena vairagyena, ugye, hogyha valaki gyakorol, abhyasa újra és újra, és vajrágya, ez azt jelenti, hogy amikor én foglalkozok a gyakorlattal, akkor elkülönülöm minden más a dolgoktól az elmémet, és csak ezzel foglalkozok. És újra, és újra, újra, és újra. Ugye abhyasának van a felépítése, hogy miből áll az abhyasa, a gyakorlat. Az egyik ez, hogy ismételni kell újra és újra, mint az énekes, amikor tanul új dalamot énekelni, és akkor neki nem megy, ha hamisan elénekelt, akkor újra. És akkor megint, és addig próbál csiszolni, ameddig nem fog pontosan, precízen elénekelni. Ugyanúgy Hare Krishna mantrába, először ugye meg kell tanulni, észrevenni, hogy elmegy az elme. Most sokszor ember nem is tudja, hogy elmegy az elme.
Hogy lehet látni, amikor elmegy az elme és ember nem tudatos, amikor így más nyelveken dzsapázik, akkor az azt jelenti, hogy nem vette észre, hogy elment az elme. És akkor először ez. Utána, amikor megtanulta figyelni az elmét, hogy mikor elmegy, amit Krishna pont első utasítás Bhagavad Gita-ban mondja, figyelj. Ugye, amikor Arjuna megkérte, hogy vezess ki a hadseregemet, a szekeremet kettő hadsereg között, és akkor Krishna kivitte, kivezette, és akkor mondta, hogy most nézz körül, most figyelj. Ugye, és acsárják mondják, ez az első utasítás, tanítást, amit Krishna mondja Bhagavad Gita-ban, hogy legyi figyelmes, mi történik körülötted. Figyelj meg, miért kapsz valamit, hogyan kapsz, hogyan reagálsz, mi történik, ugyanúgy az elmével. Ez az első. Hogyha nem tanulsz meg figyelni, akkor nincs szó további jógáról, mert jóga elmével foglalkozik, az elme az azt jelenti odafigyelés, és legalább észrevenni, hogy elme mennyire nem figyel. Az már eredmény. És akkor így ez az első utasítás, amit mond, és akkor ez az abhyasa, akkor figyelek az elmére, és újra visszahozom. A második abhyasának kettes pont, ez az, hogy hosszú, sokáig kell csinálni. Lehet, hogy sok éven keresztül kell csinálni, nem szabad gondolni, hogy ez csak egy-két hétig, és utána megyek reklamálni Rádésámhoz, hogy Rádésám, két hétig itt dzsapázok, és nem megy. Nem, ez hosszú távú kell, hogy legyen abhyasa. Szóval gyakorolni újra és újra, hosszú távú, és a harmadik, hogy megszakítatlan. Szóval hosszú távú, szünetek nélkül, megszakítatlan. Ez azt jelenti, hogy abhyasa. Szóval itt erről beszél itt abhyasena. Nityasa, samahita atma. És akkor itt rögtön mondja Srila Prabhupád, hogy ez a samahita atma, amikor megszilárdul, fókuszál az elméje, ez egyenlő szamádhivna. És megint Srila Prabhupád mondja, hogy egy ilyen materialista semmire meditáció, az nem fog működni. Szamádhit nem lehet elérni, mert szamádhit lehet elérni csak a baktának, aki odaadó szolgálatot végez Krishnának. És akkor magyarázza, vagy nem Prabhupád, hanem van kétféle szamádhi. Van szampragyáta szamádhi és aszampragyáta szamádhi. Az egyik azt jelenti, hogy olyan szamádhi, amikor én mondjuk Krishnával kapcsolatban vagyok, szamádiba, és megszüntett körülötte világot a tapasztalásom. Nincs kapcsolat. A másik, most nem tudom pont melyik a szampragyáta, melyik a szampragyáta ezek között, de egyik azt jelenti, a másik azt jelenti, hogy olyan szemádiban vagyok, hogy nem szüntettem meg kapcsolatot a külvilágon. Ugye ez, amikor mondjuk legjobb ez a pudzsári varázsbok főzés, amikor már itt az idő felajánlás kész kell legyen, akkor pudzsári szemádiban van, minden csinál, és közben külvilággal kommunikál kell. Időt nézni kell, sok minden észrevenni. Szóval ez a kétféle szemádi van. És akkor és ezért ez odaadó szolgálatnak a része a szemádi. Szóval aki nagyon elmerül a saját szolgálatába, és az a életnek az ő élete, ez az ő élet célja, akkor ez szemádi, hogyha természetesen minden motiváció tiszta. És gondoltam, hogy mielőtt Narottam Das Thakurról mesélek, Srila Prabhupádról szerettem volna egy történetet elmesélni, ami gyakorlatilag egy nagyon tökéletes példa ennek a versnek, a szamádiról. Ugye nem sokára kezdődik a maraton könyvosztás, és ez a történet, amit fogok mesélni, mutatja Srila Prabhupádnak a
szintet, tudatszintet, hogy milyen volt, mit hozta nekünk, és mikor, és mi az, ami könyvben van. Ugye, amikor valaki kezébe fogja a könyvet, akkor azonnal transzcendentális energiával kapcsolatban van, és mikor mi próbáljunk embereknek bármilyen módon, utcán, telefonon, vendégeknek, rokonoknak adni könyvet, akkor mi olyan nagy értéket adunk, ami a történet most ezt fel fog így mutatni, felfedni. A történet mesélte Srila Prabhupádnak első tanítványa, legelső tanítványa, Acharya Prabhaka Prabhu, aki Jansba élt, és mikor Srila Prabhupád ott volt 1954-ben, ő nagyon nagy tudós volt, szanszkrit tudós, és nagyon asztrológus szakértő. És ez a történet, amit mesélek, Srila Prabhupád sose senkinek nem mesélte. A Acharya Prabhaka Prabhu, ő elmesélte ezt a történetet. Következő mi történt, ez Jamashtami 54-ben volt, ő már akkor avatást is kapott. Prabhupád még nem is volt szanyászi, hanem ő volt akkor Abai Babu. És a Acharya Prabhaka Prabhu meséli, hogy Jamashtami napja volt, és nekem el kellett menni Delhibe intézni dolgokat, akkor elutaztam, minden elintéztem, és megérkeztem haza a templomba, központba, ahol volt együtt a Abai Babuval, és már éjfél után érkezett, mindenki aludt, vagy ő nem hallotta semmit legalább, és lefekült aludni. Hajnal 2 környékén arra ébredt, hogy nagy kirtánt hallja. Valaki nagy énekel, és így mridangázik, és csak azt hallotta, hogy Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hát nem olyan alvos volt, hanem nagyon dinamikus volt a kirtán. És próbálta visszaaludni, de nagyon gyorsan megértette, hogy ebből az, nem lesz az alvás, és kíváncsi lett, hogy mi történik itt, ott, mert hallotta, hogy Abai Babunak a hangja volt. És a szobája fönt volt, akkor lejött, és mikor megnyitotta a templomszobát, nagy meglepetésére azt látta, hogy üres a templomszoba. Egyedül Abai Babu ott rohangál, az egész templomban, mridangával elejétől végig, mridangával táncol, és énekel Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És látja, hogy ja, érezte illatát, hogy nagyon elbúdító virág illata volt a templomszobába, és ez a kadamba virágnak az illata, és látta, hogy a Prabhupádnak a nyakába, vagy a Abai Babunak egész talpig olyan hatalmas, nagy, hosszú virágfűzere van, füldigérő, mondjuk így, és ennek az illatát. Nagyon csodálkozott, mert ott, ahol ők voltak, ott nem teremt kadamba virág. Hogyha árosok szokták vinni piacra árulni, akkor nagyon picike. De ami Srila Prabhupádnak a nyakában volt, azok ilyen, mint a teniszlabda, ilyen nagy volt, a nagy kadamba volt. És oda ment hozzá, próbálta megkérdezni, hogy mi történik, mi ez a virágfűzér, honnan van, mi ez a szép kirtán, de Abai Babu nem hallotta őt. Folytak a könnyek a szeméből, és úgy csak így egyedül, lelkesen, Jamashtami éjszakán szaladt, mintha nagy kirtánban részt vesz, és csak énekelt Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Másnap reggel
gondolta a Acharya Prabhaka Prabhu, hogy hát itt nem fogok tudni, Sisiradhá sem a Sundar Kihijjáj, semmit nem fogok tudni itt most megkérdezni, és gondolta, akkor majd reggel megkérdezem. Másnap reggel oda ment a Abhay Babuhoz, leült mellette, és kérte, hogy áruld el, kérlek, hogy mi volt tegnap, ez az egész olyan különleges, és honnan főleg volt ez a szép virágfüzér. És akkor Abhay Babu elkezdte gondolni, és akkor elkezd patakzni a könnyei a szeméből, és akkor mondta neki, hogy hát én tegnap Janmashtami volt, és akkor elkezdtem kirtánozni Krishnának, és kirtánoztam, valamelyik pillanatban elkezdtem tapasztalni a szívembe valami halvány emlékeztetett a Krishna iránti szeretetre. És ebben a pillanatban, amikor kinyitottam a szememet, akkor ott láttam Krishnát. És Krishnának volt ez a fűzér. És ő nekem a nyakámba ajánlott ezt a fűzért. És mikor elmesélte ezt, akkor rögtön elkezdte nagyon erősen zakogni, és akkor azt mondja, hogy így ömlött a könnyei a szeméből. Szóval ez a Srila Prabhupád, amit szívébe hozta nekünk, és olyan alázatos, hogy ő ezt senkinek sosem mesélt. Ez, hogyha nem az ő tanítvány, akkor mai napig nem tudtunk volna, hogy milyen gyakorlatok, szamádik vannak, ami szampradájában, hogy ami Srila Prabhupád itt ír, ez minden megvalósított információ, ez nem valamilyen akadémikus tudás. És ugye megint ez a végtelenség, alázatosság, amit mondhatja Srila Prabhupád, és az ő szintje, ami nem lehet megérteni, hogy milyen szinten van, akkor el se lehet képzelni a könyvek, amit vannak, akkor ők mit kap az az ember, aki elfogadja a könyvet, és mit kap az, aki másnak adja ezt a könyvet. Utána ugye tanítványoknak Srila Prabhupád mesélte, hogy amikor Krishna lelki világba kérte, hogy gyere, menj le anyagi világba, és prédikáljál, hozzál vissza a lelkeket hozzám, ugye nem rögtön vállalta be Srila Prabhupád, de amikor beleegyezett, akkor mondta, jó, beleegyezek, megyek, egy feltétellel. És Krishna kérdezte, milyen feltétellel. És Prabhupád tudta, hogy Kali Yuga, ez egy ilyen agyilag tolókocsi mindenki, és akkor mondta, azok mindenki, azok között, aki fog nekem segíteni ebben a misszióban, ígérd meg, hogy mindenki segítőm vissza fog térni velem együtt lelki világba. És akkor Krishna így megígérte. Szóval egy ilyen bónuszt kaptunk, és Srila Prabhupád tudta, hogy muszáj alkodni értünk, mert másképp egyedül fog menni vissza. És akkor Krishna ugye minden, hogy mondják, Sadava Hridaya Mayam, ugye, hogy a bakták Krishnának a szíve, vagy Krishnának a szíve csúcska, és amit bakta kéri, akkor Krishna azonnal fog teljesíteni, ez már az ő problémája, már ő fog gondoskodni, és így, hogyha mi segítünk, amúgy mi mindig valamit segítünk, de most lesz különleges segítségi lehetőség, lehet könyvet osztani, ahogy mondtam, lehet utcán, lehet interneten, telefonon, vendégeknek, bárhogy, de hogy valahogy odaadjunk egy könyvet, és segítünk, mert Srila Prabhupád ez egy igazi segítségnek tart, ugye, mert az ő vágya, hogy a könyvei mindig legyenek osztva, akkor ez, hogyha minden más szolgálatomban tudok kételkedni, most lehet, hogy csináltam, de nem volt annyira tudatom, de ebben már nem kell kételkedni, ez biztos segítség. És bármilyenek vagyunk, akkor Krishna megígérte Prabhupádnak, hogy visszamegyünk, és lehet, hogy mi már 20 évet osztattunk, de sosem árt egy kis garanciát
magának szerezni, kicsit többet osztani, hogy biztos, ami biztos legyen. És akkor ezt lehetne csinálni. Ami ugye kezdődik nem sokára, majd Lila Suka Prabhu fog még mesélni róla. És egy pár szót még mesélnék Narottam Das Thakurról. Ugye Narottam Das Thakur szintén emelkedett Vaisnava volt, akit Srila Prabhupádot nagyon értékelte, és az ő kegyéből megismertünk Narottam Das Thakurt, az ő főleg a híres Prema Bhakti Chandrikát. Ugye Narottam Das Thakur már gyerekkorától, habár egy nagyon gazdag király családba született, a apukáját úgy hívták, hogy Krishnananda, Bengáliában, és ő már akkor gyerekkortól nem nyilvánította anyagi vágyokat, hanem egyetlen egy boldogsága volt, amikor Krishna Dastól járt, és hallgatta Orcsitánya keftelését. És tudjuk, hogy nagyon sokszor próbálta elszökni, mert apukája olyan boldog volt, fiam született, akkor most átadjunk neki a menedzsmentet, de nem is tudta apukája, hogy ő mennyire sokkal szerencsésebb, nem olyan fia született, aki csak átveszi az ő stafétát, hanem tiszta bakta, ami az apukát is fel tud szabadítani. Hát ez nem volt kapacitás rögtön megérteni, ezért nem is engedte el ugye a Narottam Das Thakurt. Most egy kicsit úgy röviden mesélek, de amikor egyik alkalommal egy muzulmán király, mert többször próbálta elszökni, és mindig voltak örök, és napi szinten menekült, és akkor mindig haza elkapták az örök, és egyik alkalommal egyik muzulmán király megkérte apukáját, hogy megértette, hogy milyen szent a Narottam, és akkor kérte, hogy akkor jöjjön hozzánk, szeretnénk kapni az áldást, és valahogy akkor apuka elengedte, és Narottam Das Thakur kihasználta a lehetőséget, és elszökött Vrindávánba. Vrindávánban pedig, mikor megérkezett, akkor a szíve az széttört, mert olyan hírt kapta, hogy Rupa Goszvámi és Sanatan Goszvámi már visszamentek lelki világba. Nagyon szomorú volt, de nagy szerencsére ott volt a Lokanath Goszvámi, és akkor Lokanath Goszváminál menedéket vette, és nála szolgálta, és ugye megírta a Prema Bhakti Chandrikát, és még Padjavalit szerint. Melyik? Parártana. Parártana, így van. Igen, ezt megírtam. És hát most mivel nincsen sok időnk, de nagyon érdekes élete volt, és érdemes mai napon meditálni, hallani, vagy keresni, olvasni egy kicsit legalább Narottam Das Thakurtól, mert az ő hangulata, amit ő nyilvánít, a Srila Prabhupát, mint egy követője képviseli ezt a lelki tudatot, lelki hangulatot. És hogyha mi így meditálunk rajtuk, és próbálunk egy pici-picit részt venni, és segíteni Srila Prabhupádnak a misszióba, akkor Rádésiám vár minket. Úgy is vár, de úgy nagyon. Oké, okay, köszönöm szépen. Srimad Bhagavatam ki jaj, Sri Sri Radha Shyama Sundara ki jaj, Srila Prabhupada ki jaj, Nitai Gaura Premanande, Hari 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 Bo. Bhakti Prabhupada ki jaj. Gaura Bhakta Vrinda ki jaj.